A rájuk jellemző szerénységgel ünnepelte az utóbbi 10 év legkiemelkedőbb eredményeit Tolna megye első számú, dél-dunántúli viszonylatban is előkelő helyen jegyzett, klubjává magát kinövő Bonyhádi AC az éves közgyűlésén. 5 versenyzőt adnak már a különböző szakágokban a magyar korosztályos válogatottakba, amire még nem volt példa a klub történetében. Való igaz, hogy innen többnyire tovább tanulnak a gyerekek, 2 nagyon komoly atlétánk, Varga Lőrinc és Böndör Dániel, habár kölcsönadási szerződéssel, de Budapesten az egyik a Ferencvárosban, a másik pedig a TFS-ében folytatja versenyzői pályafutását. Időközben üstökösként robbant be Bonyhádiként a magyar atlétika egén 60 méter gáton ezüstérmes Balogh Péter, aki 110 gáton fog versenyezni. A súlylökő Klingl Réka már olyan eredményt ért el, amivel kvalifikálta magát az idei ifjúsági Európa-bajnokságra. No és Böndör Marci rudugrónak már csak 19 centi hiányzik ahhoz, hogy a junior VB-n részt vehessen.